A népességfogyás ellenére az idei 133. muzsiai búcsúra is sok vendég érkezett. Nem csak a környékről, hanem a határon túlról is. Ez a három nap, mint egy mágnes, összehúzza elsősorban a barátokat, a rokonokat a környező falvakból, utána, ami a legfontosabb, sajnos akik elvándoroltak, muzsai sokan elvándoroltak, de javarésze a muzsai búcsúra csak is hazajön. Ezt teszi Miroslav Tripkovics is, aki külföldön dolgozik, mégis minden búcsút a szülőfalujában tölt. Magyarországon most jelenleg élök, érted? Az akkor, hát ott vagyok már kb. 5 éve, 4-10 évem kint van, azt kimentem utána, és kint dolgozom, meg élök ott a jelenleg. De visszajövök Muzslára, mert ez a szívem csücske, a Muzsla. A muzsiai búcsú a falu legjelentősebb eseménye a telepítése óta. Vendégek tudták, hogy mikor van muzsján búcsú, jöttek, még ha nem is szóltak, vagy elfelejtettek szólni, de nagyon összetartott a rokonság annak idején. Hát a mai búcsúk is szépek a maga módján. Számomra nem olyan, mint valamikor, de mégis a család, a szűkebb család összetart, egy asztalhoz ülnek, és megülik a búcsú napját. Ilyenkor eljönnek a testvértelepülések küldöttségei is. Az egyik a magyarországi Mátra Mindszent, amellyel Muzsjának 2015 óta van szoros kapcsolata. Itteni altos iskolás gyerekekből tudunk egy 15-20 főt majd vendégül látni, ezzel is erősítve az identitástudatot, a két testvértelepülés közötti kapcsolatot. Tehát ezen dolgozunk, jelen pillanatban nagyon jó a kapcsolatunk, én nagyon szeretem az itteni embereket, tehát otthonról jövök itthonra. Közös kiállítással mutatkoztak be a civil szervezetek. Volt komoly zenei hangverseny, művelődési műsor, kézilabda torna, csirkepaprikás főzőverseny. Díszülést tartott a helyi közösség tanácsa. A községháza előtt felállított színpadon pedig fellépett Justin Tamás, a Szivárvány Együttes és több muzsiai zenekar. Nagybecskerek város önkormányzata támogatja az ilyen jellegű rendezvényeket. Mi Muzsai pedig ugye arra törekszünk, hogy ilyen módon is megpróbáljuk tovább is ápolni a hagyományainkat, megpróbálunk egy olyan minőséges kultúrprogramot biztosítani a vendégeiknek, amelyben tényleg, hogy méltóságos és tetszetős mindenkinek. A Szűz Mária Szent neve plébánia templomban Németh László érsek mutatta be a búcsúnapi szentmisét. Ez volt egyben Stanko Tratnyek szalézi szerzetes búcsúztatója is, aki 54 éven keresztül szolgálta a helybeli katolikus közösséget. Szlovén létére megtanult magyarul, az itteni közösség pedig befogadta.